Még egyszer sok szeretettel köszöntünk mindenkit a hétfő esti bibliaóránkon. Szeretném kérni, hogy akinek van mobiltelefonja, és esetleg még bekapcsolt állapotban van, akkor kapcsolja ki erre az órára. Hirdetem, amit szoktam, hogy az alkalom előtt fél órával sok szeretettel várunk mindenkit, aki egy picit előbb tud ideérni, mert imádkozunk a hátsó kis teremben. Ezekért az alkalmakért, és hogy Isten szóljon hozzánk. Hirdetem azoknak, akik az interneten látnak, hallanak bennünket, hogy most is van lehetőség az alkalommal kapcsolatosan kérdéseket feltenni azon a felületen, ahol most látnak bennünket. És ahogy ezt már többször hirdettem, ezeket begyűjtjük, és lesz majd egy külön alkalom, amikor csak azzal foglalkozunk, hogy ezekre a kérdésekre, illetve azokra, amik majd az jelenlévőktől érkeznek, válaszolunk. Mielőtt elkezdjük Isten igéjét tanulmányozni, hajoljunk meg egy pillanatra még előtte. Mindenható Istenünk, hisszük azt, hogy a Te igéd az élő és eleven, és olyan, mint a fegyver. És Te ott vágsz vele, ahol kell. Arra kérünk, hogy használd ezt a fegyvert. Te lelked használja ezt a fegyvert. Ha kell, vágjon. Ha kell, fedjen meg. Ha kell, gyógyítson. De érints meg bennünket ezen az estén, és cselekedd azt, amit terveztél. Ezt kérjük Jézus nevében. Ámen. A római levél 14. fejezetét kezdtük el tanulmányozni a múltkori alkalommal, és láttuk, hogy ez egy nagyon érdekes fejezet, nagyon érdekes abból a szempontból, mert egy látszólag érdektelen vagy kevésbé fontos kérdésről szól, és meglepő módon a római levélben Pál egy teljes fejezetet szentelt ennek a kérdésnek, ez pedig nem más, mint a keresztények közötti másképp gondolkozás kérdése. Hogyan kezeljük azt, hogyha keresztények bizonyos kérdésekről másképp gondolkozunk? Ugye a múltkori alkalommal elkezdtük tanulmányozni ezt a fejezetet, és láttuk, hogy van egy nagyon fontos alapelv, amihez tarthatjuk magunkat. Ez pedig az, hogy a lényeges dolgokban nagyon fontos az egység, de az egyebekben szabadság, és mindenben szeretet. Ugye ezt az alapelvet néztük, tulajdonképpen ezt fejtegette ki Pál, és arról a kategóriáról beszélt, amit most egyebeknek hívtam, az egyebek kategóriája. Tehát nem a legfontosabb kérdésekről. Ugye, mert azt a múltkor is mondtam, hogy arról nincs vita. Tehát, hogyha valaki a kereszténység alappilléreiben nem hisz, az nem keresztény, ilyen egyszerűen. Tehát arról nem lehet vitatkozni, hogy most Jézus feltámadt-e, vagy nem, vagy meghalt-e, vagy nem, meg ilyen alapkérdések. Mik az alapkérdések, amiről a Biblia egyértelműen beszél? De vannak olyan kérdések, amiről a Biblia nem beszél egyértelműen. Ezek nem alapkérdések, nem olyan fontosságú kérdések, ezért nem beszél róla a Biblia. Ez az a kategória, amit az egyebeknek nevezhetünk. Mik lehetnek ezek a kérdések? Hát nagyon sok ilyen van. Például, mondok példákat, a keresztelés módja. Hogyan kereszteljünk? Millió változat létezik, és az egyház történelemben is ugye nagyon sok változat van. Mi például a Golgotában bemerítjük az embert a víz alá, van, ahol meghintik vízzel, egyéb verziók is lehetségesek. Ezekről a dolgokról a Biblia nem beszél. Arról beszél, hogy keresztelkedjünk meg, hogy merítkezzünk be, de arról, hogy hogyan, arról nem tesz említést. Tehát ez egy olyan kategória, amiben szabadságunk van. Aztán az istentisztelet liturgiája, hogy ez hogy történjen. Ugye nálunk is van, hogy az elején dicsőítjük Istent, aztán az igét hallgatjuk, vannak helyek, ahol kicsit másképp van. Ezek is olyan kérdések, amiben nincs egyértelmű állásfoglalás a Bibliában, van szabadságunk. Vagy hogy hogyan öltözködjünk, ugye? Ugye ez is egy olyan kérdés, amiben szabadságunk van. Hogyan étkezzünk, hogyan viselkedjünk. Tehát vannak dolgok, amikről
Nem beszél a Biblia, amiben szabadságot adott nekünk. De hát nagyon sok ilyen dolog van, nagyon sok dolog beleesik ebbe a kategóriába. És nap mint nap kerülünk olyan helyzetbe, hogy találkozunk olyan keresztényekkel, akik ezekről a dolgokról másképp gondolkoznak. Ő úgy gondolkozik, hogy mondjuk, ahogy én öltözködöm, az túlságosan kihívó, vagy ahogy én öltözködöm, az egyenesen megbotránkoztató, vagy ahogy én beszélek, az a stílus, az borzalmas. Vagy ugye nagyon sok ilyesmit tudunk mondani. Tehát vannak különbségek köztünk ezekben az egyéb kategóriában. És ezért fontos ezt az alapelvet is észben tartanunk, amiről beszéltünk már a múltkor is, hogy az egyebek kérdésében legyen egy szabadságunk. Ez azért is fontos, mert azt látjuk, hogy nagyon sok viszálykodás, nagyon sok konfliktus pontosan abból keletkezik, hogy valaki az egyebek kategóriájába eső kérdést fölemeli a fontos kategóriába, és szinte hitharcot folytatnak abban a kérdésben. És hát ez nagyon romboló, mert nem erről kéne szóljon az életünk, hanem erre lettünk elhívva, hogy a szabadságot szabályokba lezsugorítsuk mások számára, és hogy mindenki mást a saját magunk elgondolása szerint akarjunk látni, elképzelni, és csak az a helyes, ahogyan mi gondolkodunk. Ez nagyon pusztító, és hát erről volt szó múltkor, és most is ezt folytatjuk, úgyhogy fel is olvasom a mostani részt, ugye a 14. résznek a 13-tól a 23. terjedő verseit. Többé tehát ne ítélkezzünk egymás felett, hanem inkább azt tartsátok jónak, hogy testvéreiteknek se okozzatok megütközést, vagy elbotlást. Tudom, és meg vagyok győződve az Úr Jézus által, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem ha valaki valamit tisztátalannak tart, annak tisztátalan az. Ha pedig atyád fia valamilyen étel miatt megszomorodik, akkor nem jársz el szeretetben. Ne tedd tönkre ételeddel azt, akiért Krisztus meghalt. Vigyázzatok, ne káromoljátok azt a jót, amelyben részesültetek. Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm. Mert aki ebben szolgál Krisztusnak, az kedves az Isten előtt és megbízható az emberek előtt. Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják. Étel miatt ne romboldd az Isten munkáját. Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki megütközéssel eszi azt. Jó tehát nem enni húst, nem inni bort, és semmi olyat nem tenni, amint testvéred megütközik. Te azt a hitet, amely benned van, tartsd meg az Isten előtt. Boldog, akinek nem kell elítélnie önmagát abban, ami felől döntött. Aki pedig kételkedik, amikor eszik, már is elítéltetett, mivel nem hitből tette. Mert minden, ami nem hitből származik, az bűn. Hát elég sok mindent mond Pál ezekben a versekben is, úgyhogy most is versről versre fogjuk nézni. Kezdjük el. 13. vers. Többé tehát ne ítélkezzünk egymás felett, hanem inkább azt tartsátok jónak, hogy testvéreteknek se okozzatok megütközést vagy elbotlást. Ugye erről már a múltkor is beszéltünk, elkezdtünk erről beszélni, hogy a szeretet legyen a legfőbb motivációnk, és nem az igazság. Különösen ezekben a kérdésekben. Még akkor is, ha igazunk van, tegyük fel, hogy neked egy kérdésben igazad van. Igen, neked igazad van. Ebben a kérdésben Istennek az az akarat és az a kedves előtte, hogyha te nem az igazságodat harcolod ki, vagy élsz vele a jogoddal. Ugye ez egy olyan világ, ahol jogai vannak az embernek, személyes jogai, meg egyéb jogok léteznek. Ez egy más kérdés, hogy ezt mennyire
tartják be, vagy tisztelik az emberek, de egy ilyen világ, és itt arról beszél Pál, hogy akkor is, hogyha neked van jogod valamihez, akkor is, hogyha neked igazságod van valamiben, az Isten előtt az a kedves, hogyha ezeket elengeded, szeretetből. Miért? Hogy ne okozz botránkozást. Pál itt egy példát is említ. A múltkor is láttuk ezt a példát, ez az étkezés példája. Ugye a 14-es és a 15-ös versekben szól erről. Tudom és meg vagyok győződve az Úr Jézus által, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem ha valaki valamit tisztátalannak tart, annak tisztátalan az. Ha pedig atyád fia valamilyen étel miatt megszomorodik, akkor nem jársz el szeretetben. Ne tedd tönkre ételeddel azt, akiért Krisztus meghalt. Ugye mi itt az igazság ebben a kérdésben? Az étkezés kérdésében? Hát azt, hogy mindent meg lehet enni, ha valaki hálás szívvel az Istennek hálát ad azért, hogy van mit ennie, megehet mindenféle ételt. Azonban vannak olyanok, voltak ilyenek akkor is, és ma is vannak olyanok, akik azt mondják, hogy nem. Vannak dolgok, amik tisztátalanok. Ugye gondoljunk arra, hogy például az ószövetségi törvényekben is volt erről szó. Tehát például az ószövetségi törvények nagyon elevenen éltek a zsidó keresztények életében, akik emlékeztek erre, hogy voltak olyan dolgok, amik tisztátalanok. Ez még Jézus tanítványainak sem volt könnyű elfogadni. Hogy emlékeztesselek benneteket egy példára, az Abcsel 10-ben olvasunk arról, hogy Péter, aki egyszer egy Simon nevű tímárnak a vendége volt, felment a ház tetejére imádkozni, és egy érdekes dolog történik vele, ezt olvassuk az Abcsel 10-ben, a 10-től a 15-ös versek. Közben azonban megéhezett és enni kívánt. Amíg az ételt készítették, révületbe esett. És látta, hogy az ég megnyílik, és leszáll valami nagy lepedőhöz hasonló, amely négy sarkánál fogva ereszkedett le a földre. Benne volt ebben a föld mindenféle négylábú és csúszómászó állata, és az ég mindenféle madara. Ekkor hang hallatszott. Kelj fel, Péter, öld és egyél. Péter azonban így szólt, semmiképpen nem, uram, mert soha nem ettem semmi közönségest vagy tisztátalant. De másodszor is szólt hozzá a hang, amit az Isten megtisztított, azt te nem mondd tisztátalannak. Egy nagyon érdekes jelenet ez. Ugye Péternek itt zsigerből jön belőle az, hogy dehogy eszem tisztátalan. Itt el se gondolkozik azon, hogy az Úr szól hozzá, hanem ő tudta, hogy vannak dolgok, amik tisztátalanok, ezt tanulta gyerekkorától fogva, attól ő tartózkodott, és egyből ez volt a reakciója. Tehát ez abban az időszakban a zsidó keresztényeknek nem volt egy könnyű kérdés az ételek kérdésében levő szabadság. És hát ez ma sem annyira könnyű, ma is vannak olyan gyülekezetek és felekezetek, ahol az étkezés kérdésében vannak szabályok. És azt mondja Pál, hogy itt ezek az ételek annak az embernek a lelkiismerete számára tisztátalanok. Ezek valójában nem tisztátalanok, de annak az embernek a lelkiismerete számára ezek tisztátalanok. És ha te, a te nagy szabadságodban, ami tényleg van neked, hogy bármit megehetsz, de ezt figyelmen kívül hagyod, annak az lesz az eredménye, hogy megszomorodik, megbotránkozik az a testvéred, akinek lehet, hogy nincs igaza, de ő a saját lelkiismerete számára azt mégis tisztátalannak tartja. Ugye erről van itt szó. És azért vegyük észre, hogy ez nem egy kis kérdés. Tehát Pál itt egy nagyon erős kifejezést használ. Ne tedd tönkre ételeddel azt, akiért Krisztus meghalt. Mi ezt tönkre lehet tenni ezzel a kis dologgal? Azzal a dologgal, hogy én húst eszem, azzal valakit tönkre teszek. Mikor nekem jogom és szabadságom van ahhoz, hogy húst tegyek? Miről beszél itt Pál? Ez nem azt jelenti, hogy elveszíti az üdvösségét, vagy valami hasonló, mert azt nem veszítheti el valaki. Így módon. Hanem azt jelenti, hogy az ő hitbeli fejlődésében ez egy,
Ez egy olyan dolog lesz, ahol megszomorodik, ahol megakad, ahol valamit lerombolódik az ő életében. Az Istennek az az akarata, hogy növekedjünk. Akkor is, ha még kicsik vagyunk, éretlenek vagyunk, ha még sok dologról rosszul gondolkozunk, nincs helyes látásunk, akkor is Istennek az az akarata, hogy növekedjünk és épüljünk. Azonban te hiába szabad neked valami, ha nem vagy arra tekintettel, hogy ami neked szabad, az a másikat megbotránkoztatja, és ennek ellenére megteszed, akkor rombolsz, akkor pusztítasz. Erről beszél itt Pál, ezért mondja ezt az erős kifejezést, ne tedd tönkre azt, akiért a Krisztus meghalt. Tehát ez egy komoly dolog, tehát Isten ezt nem veszi könnyen. Lehet, hogy azt gondoljuk, hogy hát ezek nem olyan, ugye arról beszéltem, hogy egyéb kategória, nem olyan fontos kérdések. Adott helyzetben ezek fontos kérdések lehetnek, hogy hogyan gondolkozunk és cselekszünk ilyen helyzetekben. Hadd mondjak más példákat, jó? Ugye a mi gyülekezetünk, és általában a Golgota gyülekezetek talán abban a dologban eléggé eltérnek általában Magyarországon a hasonló protestáns gyülekezetektől, hogy mi nagyon lazák vagyunk, ugye? Mi a nagyon lazák vagyunk, a nagyon laza dolgokat csinálunk, laza módon öltözködünk, beszélünk. Ez olyan nagyon cool dolog, nagyon király dolog, hogy mi mennyire lazák vagyunk. Ugye ezt talán már észrevettétek, ha nem gyakoroltátok ezt a lazaságot. És azt gondolom, hogy ezzel nincs is baj, hogyha nem okoz bajt. Mert ez a nem lényeges dolgok kategóriája. És valahol még az is jó, hogy nem ezekre a dolgokra helyeződik a hangsúly a mi hit életünkben. Mert Isten tényleg nem azt nézi, hogy milyen a ruhád, hanem azt, hogy milyen a szíved. Azonban lehetnek helyzetek és lehetnek dolgok, amikor ez a fajta lazaság és ennek a megnyilvánulásai, ezek botránkoztatók. És ezek rombolók lehetnek. Gondold meg, hogy mondjuk elmegyünk szolgálni egy olyan gyülekezetbe, ahol sokkal tradicionálisabb, hogy mondjam, öltözködési és viselkedési formák vannak. És te ugyanúgy viszed innen a Golgotából azt a lazaságot, amivel te élsz. Te lazán öltözködsz, lazán beszélsz, mert egy laza csávó vagy. És lehet, hogy ezen meg fognak botránkozni a te testvérei. Mert lehet, hogy te megteheted ezt, mert tényleg nem ezek a fontos dolgok, de akikhez elmentél, a te vendéglátóid, még annyira sem tisztelted meg őket, hogy visszavettél volna a te lazaságodból, és fölvetted volna tiszteletből, nem azért, mert te nem lehetsz laza, hanem azért, mert szeretsz. És szereted őket, fölveszed azt az öltözködési vagy viselkedési formát, ami például ott, abban a környezetben ők megélnek. És akkor talán nem botránkozás lesz abból, hogy elment egy Golgotás csapat valahova szolgálni, hanem talán még áldás is lesz rajta. Tehát lehetnek ilyen helyzetek, amikor visszafoghatunk ezekből a nem fontos dolgokból, az öltözködésből, a beszédből, a viselkedésből. Mert ne feledd el, hogy Pál ezekre az nem lényeges dolgokra azt mondja, hogy tönkre lehet valakit tenni. És azt mondja, hogy te ne tedd tönkre azt, akiért Krisztus meghalt. De én azt gondolom, hogy nem csak akkor van erre szükség, amikor talán elmegyünk egy más környezetbe, hanem sokszor akkor is szükség lehet erre, amikor a mi környezetünkben vagyunk, itt a gyülekezetben. Mert azért ez is egy sokszínű gyülekezet. Sok helyről jön neki emberek ide. Ha például egy tanító zsebredugott kézzel tanítja végig az Isten igéjét, ami elő szokott fordulni a mi gyülekezetünkben, ez nem biztos, hogy mindenki számára annyira pozitív üzenet. Lehetnek emberek, és vannak emberek, akik ezen megbotránkoznak. És
És lehet, hogy az a tanító nem is gondol erre, különösen az a tanító egy másik kultúrából jön, ahol azért más viselkedésformák vannak, tehát mondjuk egy amerikai kultúra, az kicsit más, de mégis botránkoztató lehet. Tehát azt gondolom, hogy még nekünk is ebben van mit tanulnunk. És az az igazság, hogyha körülnézünk itt Magyarországon, a gyülekezetek többsége mondjuk nem az a laza stílusú, mint aminek mi vagyunk. Tehát a protestáns gyülekezetek többségében ennél, hogy mondjam, kicsit, hogy nem is tudom, hogy fogalmazzak, tehát szigorúbb szabályai vannak a különböző megnyilvánulásoknak, az öltözködésnek, a liturgiának, annak a részeinek, és sok, sok minden dolognak, ami történik a gyülekezetben. És nem arról van szó, hogy nekünk olyanoknak kell lenni. Nem arról van szó, hogy olyat vezessünk be, amiről Isten igéje tényleg nem beszél, és egyáltalán nem is fontos. Hanem arról van szó, hogy a mi nagy szabadságunkban, ami tényleg van, tényleg van. Tényleg nem az a fontos, hogy öltözködsz, meg hogy viselkedsz. De vannak emberek, akikkel találkozol ebben a gyülekezetben is, akiknek ez fontos. Azért, mert az emberek többsége ebben a gyülekezetben is olyan környezetből jön, ahol ez fontos volt. Az emberek többsége ebben a gyülekezetben nem Golgota gyülekezetekből jön, vagy olyan gyülekezetekből, ahol mondjuk ez a laza stílus van, hanem olyan protestáns történelmi egyházakból, ahol nem ez a stílus van. És persze ők is sokszínűek, nem akarok kategóriákba tenni egyáltalán, de talán értitek, hogy miről beszélek. Tehát van egy ilyen dolog is, hogy adott helyzetben botránkoztató lehet az, amit mi talán annyira természetesnek gondolunk, és annyira lazán csinálunk. Mondok további példákat, jó? Az, hogy egy nő kisminkeli magát, erről nem beszél a Biblia. Ez a nem lényeges kérdések kategóriája. Tehát én azt gondolom, hogy egy nő nyugodtan kisminkelheti magát, Isten adta szépségét, ezzel is ki akarja fejezni, ezzel semmi problémám nincs. Sőt, gyönyörködöm ebben, hogy vannak ilyen szép nők, akik kisminkelik magukat. Tehát ezzel nincs probléma. Tehát nehogy valaki félreértse az én szavaimat, nincs ezzel probléma. De lehet adott helyzetben, hogy te mondjuk egy ilyen nő vagy, és mondjuk lelki gondozol egy másik lányt, egy másik nőt, vagy beszélgetésbe vagy, és ő nem ilyen, mert más környezetből jött. És a te öltözködésed, a te kinézeted lehetséges, hogy botránkoztató. És az nem jó. Hogyan lehet ezt tudni, hogy így van, vagy úgy van? Van erre szabály? Nincs. Tehát messze álljon tőlem, hogy erre bármilyen szabályt akarok mondani, mert nincs ilyen szabály. Egyetlen egy szabály van, ha szabálynak lehet nevezni a szeretet, amiről Pál is ugye beszél. Én hiszem, hogy akármilyen környezetbe, helyzetbe kerülünk, a Szentlélek vezetni fog abban bennünket, és bölcsességet ad, hogy ilyen nem lényeges dolgokban, ha azt látjuk, hogy itt akadály van az miatt, hogy én ezekben a dolgokban olyan vagyok, akkor hogy tudjak ebből engedni. És ne az a dac legyen bennem, hogy de azért is. Én azért is így öltözködöm, így beszélek, és így sminkelem magam, mert én Golgotás vagyok. Vigyázz! Vigyázz, mit mondott az Isten igéje. Azt mondta, ne tedd tönkre azt, akire a Krisztus meghalt. Tehát a te nagy szabadságodban, amivel élhetsz, sok helyzet van, amikor élhetsz. Vannak helyzetek, amikor az a szeretet, hogy nem élsz. És nem azért nem, mert még egyszer mondom, azt neked nem szabad, de szabad. Mégsem élsz. Az érettség egy foka az, hogy valaki azért nem él valamivel, nem azért, mert megtiltották neki, hanem mert tudja, hogy szabadsága van abban, és mégsem él a szabadságával. Ehhez egy érettség kell.
Erre akar megtanítani minket Isten. Na nézzük tovább, hogy mit mond Pál a 16. versben. Vigyázzatok, ne káromoljátok azt a jót, amelyben részesültetek. Hú, ez elég erős kifejezést használ itt Pál újra. És ebből látjuk, hogy Isten azért ezt mennyire fontosnak tartja, hogy ne éljünk ezzel a szabadsággal, hogy ha az másokat megbotránkoztat. Aztán ezt olvasok a következő versben. Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélekbe való öröm. Na ez egy nagyon fontos vers, ahova most eljutottunk. Mert azt mondja, hogy sokszor, amikor ezekkel a dolgokkal vagyunk elfoglalva, hogy most nekem mit szabad, meg mit nem, meg de igen, nekem ezt most tényleg szabad, ezek foglalják el a gondolatainkat, holott ezek annyira semmi dolgok. Ezeknél sokkal fontosabb dolgok vannak. Az evés, meg az ivás, meg az öltözködés, meg nem azt mondom, hogy ne együnk, meg ne ígyunk, meg ne öltözködjünk. De az, hogy azt tölti ki az életünket, hogy most 2 órát gondolkozom azon, hogy milyen divat szerint fogok ma öltözködni, mondjuk ilyen velem még soha nem esett meg. Ez egy elképzelt példa. Lehetséges, hogy van, akivel ilyen előfordul. Tehát ez nem jó. A prioritással akkor baj van, hogyha ezek a nem lényeges dolgok olyan helyre kerülnek, hogy hát ezek lesznek a fontosak, és ezekről beszélünk, és ez a téma. És mit mond erre Isten igéje? Az Isten országa nem evés, nem ivás, nem ezek a dolgok. Nem ezek a dolgok az Isten országa. Ez a kifejezés, hogy Isteni országa, ebben a levélben csak itt fordul elő. Csak ezen az egyetlen egy helyen fordul elő, hogy az Isten országa. Mit jelent az Isten országa? Ez egy jó kérdés. Az Isten országa, azt látjuk az igéből, több helyen is, ahol erről más helyeken van szó, nagyon egyszerűen fogalmazva, az a hely, ahol Isten uralkodik. Az Isten országa az a hely, ahol Isten uralkodik. Isten amúgy is mindig, mindenkor, mindennek az ura, csak még nem mindenki mindenhol ismeri el az ő uralmát. Mert itt a földön még lázadás van. Szívekbe, lehet, hogy a te szívedben is, bizonyos kérdésekben lázadás van az Isten ellen. Ahol még nem úr az Isten. És ahol még nem úr az Isten, ott nem jött el az Isten országa. Mert az Isten országa ott jött el, ott van jelen, ahol az Isten uralkodik. És Istennek az az akarata, hogy egy újjászületett ember életében minden területen ő uralkodhasson. Akkor elmondhatod, hogy a te életedben ott van az Isten országa. A világban nincs jelen az Isten országa. Az Isten úr, de ott még nem lett nyilvánvalóvá. Vajon a te életedben nyilvánvalóvá lett? Vajon a te szívedben nyilvánvalóvá lett? Az Isten valóban úr az életed minden területén? Mert ha igen, akkor eljött az Isten országa. És erről beszél itt Pál, hogy nem ezek a dolgok, hogy evés, ivás, öltözködés, nem erről szól az Isten országa, hanem miről? Azt mondja, igazság, békesség és a Szentlélekbe való öröm. Igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm. Ez az Isten országa. Az újjászületett ember szívében, ahogy az Isten országa valóban ott lesz, azt jelenti, hogy ez a 3 dolog megjelenik az életébe. Az igazság. Azt, hogy Krisztus által igazsága van, igaznak van nyilvánítva Krisztusért, Isten előtt, és ő maga is igazságban jár. Krisztus által békessége van. Békessége van a szívében. Békessége van Istennel. És a 3. dolog, ami nagyon fontos, örvendezik, öröm van az életébe. Krisztus által öröm van az életébe, és örvendezik.
Vajon a te életedben, a te szívedben Isten igazsága megjelent? Isten békessége megjelent? És a Szentlélek öröme jelen van? Mert ha igen, akkor az Isten országa eljött. Isten azt akarja, hadd fogalmazzok most így, talán nem értitek félre. Isten azt akarja, hogy élvezzük őt. Hogy élvezzük, hogy ő kicsoda, és mit akar adni nekünk. Hogy helyre akarja állítani az életünket. Hogy békességet akar adni a szívünkbe. Hogy egy olyan örömöt akar adni a szívünkbe, ami nem mérhető össze mással. Élvezed-e ezeket? Élvezed-e az Isten országát? Élvezed-e az igazságát? Élvezed-e a békességet? Élvezed-e az örömöt? Örvendezel-e? Mert erről beszél itt Pál. Ezeket emeli ki. Azt mondja, hogy ez az Isten országa. Ugye a lélek gyümölcseiről olvasunk a Galata 5.22-ben. A lélek gyümölcse, ugye azt olvassuk, szeretet, öröm, békesség. Ezek a dolgok megjelennek. Máshol is ír erről Pál. És hol van az igazság? Ott hiányzik ebből a felsorolásból. De megtaláljuk az Efezus 5.9-ben. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Tehát ezek a dolgok, ezek gyümölcsök, ezek megjelennek, ahol az Isten uralkodik. Az igazság, a békesség és az öröm. Menjünk tovább, 18. vers. Mert aki ebben szolgál Krisztusnak, az kedves az Isten előtt, és megbízható az emberek előtt. Mit jelent ezekben szolgálni? Azt, hogy ezekben a dolgokban mutatkozik Krisztus szolgájának. Tehát aki elfogadja Krisztust, és ezért a Krisztus igazsága az övé, ez kedves az Istennek. Tehát akinek Krisztusért békessége van az Istennel, ez kedves az Istennek. Akiben a Szentlélek öröme ott van, az kedves az Istennek. Gondolkoztál erről már így? Hogyha te örvendezel az Istenben, az kedves az Istennek. Az Isten azt akarja, hogy te örülj. És azt írja az ige, hogy ezeken túlmenően megbízható az emberek előtt is. Tehát ennek lesz egy ilyen gyümölcse is. Mennyivel fontosabbak ezek a dolgok az egyebeknél, az ételnél, az italnál, az öltözködésnél? Azoknál a dolgoknál, amikhez néha úgy ragaszkodunk, hogy de igen, nekem ez jár, nekem ehhez jogom van. Ezek semmik. Ezeknek semmi jelentőségük. Isten igéje azt akarja, hogy megértsük azt, Isten azt akarja ezzel az igével, hogy megértsük azt, hogy óriási a különbség az egyebek kategóriája és azok a fontos dolgok között, amiről ő beszél. Nem pici különbség van. Az egyik azok semmik, a másik azok mindenek. Haladjunk tovább, 19-től a 21-es vers. Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják. Étel miatt ne romboldd az Isten munkáját. Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki megütközéssel eszi azt. Jó tehát nem enni húst, nem inni bort, és semmi olyat nem tenni, amint testvéred megütközik. Pál itt ugye megismétli részben az eddigieket, és össze is foglalja, ugye, amiről eddig is beszéltünk. És azt mondja, hogy olyan dolgokra törekedjetek, ami a békességet szolgálja, amivel építeni tudod egymást. És ebből a szempontból jó dolog az, hogyha te lemondasz valamiről. Amit egyébként szabad, de te mégis lemondasz róla. Azért, hogy ezzel tudj szeretni valakit. Ezzel tudj építeni valakit. Mert azért gondolj bele, hát nem olyan nagy dolog az a te lemondásod. Most olyan nagy dolog az, hogy egyszer nem sminkeled ki magad. Olyan nagy dolog az, hogy egyszer nem úgy öltözködöl, ahogy te nagyon szeretnél.
Olyan nagy dolog az, hogy egyszer valakivel úgy beszélgetsz, hogy nem azokat a laza szavakat használod, hanem esetleg azt a szókincset, amit az a valaki megért. Olyan nagy dolog ez, hogy te nem mindig éled meg azt, hogy te milyen királycsávó vagy, hanem szeretetből néha szeretsz. És olyanná válsz, akivel beszélsz, akivel kapcsolatod van. Pusztán azért, mert szeretsz, mert neked erre szabadságod van. Micsoda nagy dolog az. Szabadságod van erre. Ez kedves az Isten előtt. Huszonkettő és a 23-as versek. Te azt a hitet, amely benned van, tartsd meg az Isten előtt. Boldog, akinek nem kell elítélni önmagát abban, ami felől döntött. Aki pedig kételkedik, amikor eszik, már is elítéltetett, mivel nem hitből tette, mert minden, ami nem hitből származik, az bűn. Pál itt az erősökhöz szól. Azokhoz, akik tudják, hogy van szabadságuk. És azt mondja, hogy külön választja a hitet a cselekedettől. Nagyon érdekes. Azt mondja, hogy azt a hitet, ami benned van a dolgokról, akár azt gondolod, hogy szabad neked valami, akár azt, hogy nem, tartsd meg magadban az Isten előtt. Ugye milyen érdekes? Tehát nem azért van benned az a meggyőződés dolgokról, hogy te kiálljál, és az erőtleneteket kioktasd, hogy milyen buta szabályokat találtok ki, mikor ez szabad. A te hited nem erre való. Arra való, hogy tartsd meg magadnak, és élj az Isten előtt a te szabadságoddal. Ne azok előtt, azokban a dolgokban, akiket megbotránkoztatnál. Ne fitoktasd a te véleményedet, és ne kényszerítsd rá másokra. Mert te tudod azt, hogy mit tehetsz, és mit nem tehetsz. És tudod azt is, hogy azért nem teszed, mert ezzel tudsz szeretni. És azt írja, nagyon érdekes, hogy boldog lehet az, aki nem ítélkezik a saját döntései felől, tehát aki nem kételkedik. Ez oda viszi ahhoz a kérdéshez, hogy mi van akkor, hogyha valaki kételkedik abban, amit csinál. Ez egy nagyon érdekes dolog. És a Biblia álláspontja még érdekesebb és meghökkentő ebben a kérdésben. Például van egy erőtlen, nevezzük így, ugye így neveztem a múltkor azokat, akik ugye nem tudják, hogy van szabadságuk bizonyos kérdésekben, mert ők azt nem merik megtenni. Tehát van egy ilyen erőtlen, aki azt gondolja, hogy nem szabad mondjuk enni bizonyos dolgokat, de látja, hogy mások, az erősek, akiknek szabadságuk van, azok megeszik azokat a dolgokat. És ezért azt elkezd gondolkodni, és azt mondja, hogy talán mégis lehet enni, hát ők eszik. Ők is keresztények. Milyen királycsávók, és megeszik a húst. És elkezd gondolkozni, morfondírozni ezen. És hát már úgy van, hogy hát lehet, hogy mégis lehet. De nincs teljes bizonyossága erről, csak úgy filózgat, talán. És ha ennek ellenére, hogy nincs teljes bizonyossága, mégis eszik, a Biblia azt mondja, hogy ez bűn. Hoppá. Ez érdekes dolog. Ez érdekes, mert ez odavisz bennünket, hogy azt a leckét tanuljuk meg, hogy soha ne tegyünk olyat, amiről nincs teljes meggyőződésünk, hogy helyes. Érdekes dolog, mert az ige kiterjeszti a bűn definícióját. Ugye eddig mást gondoltunk a bűnről. Kicsit kiterjeszti a bűn definícióját az ige. Mert nem csak az a bűn, amiről tudod, hogy rossz, és mégis teszed,
hanem az is, amiről nem tudod teljes bizonyossággal, hogy jó, és mégis teszed. Ezt mondja itt ez az ige. Mondok példát, hogy egyértelmű legyen, hogy mire gondolok, és hogy ez az ige miről beszél. Ugye beszéltünk arról, hogy Isten igéje egyértelműen azt mondja, hogy a részegeskedés az bűn. Igaz? Efelől nincs vita. Hát ez egyértelmű az igéből. Azonban arról nem beszél Isten igéje, hogy vajon szabad-e inni alkoholt, vagy nem szabad inni alkoholt. Van, aki így vélekedik, valaki úgy vélekedik róla. Ez az egyéb kategóriájába tartozik. Tehát ebből nem kell törvényt csinálnunk. Mert erről nem beszél így a Biblia. Sőt, bizonyos esetekben még maga Pál is azt mondta Timóteusnak, hogy hát egy kis bort igyon azért, mert vannak gyomorfájdalmai. Tehát úgy tűnik, hogy nem utasította el egyértelműen a bort. Tehát ez egy olyan kérdés, hogy ihatunk, nem ihatunk bort vagy alkoholt. Erről a Biblia nem beszél. Arról beszél, hogy ne legyél részeg. De arról, hogy ne igyál bort, ilyet nem ad parancsba Isten. De például tegyük fel, úgyhogy nem vagy részeg, de mondjuk ittál bort. Jó? Biztos előfordult már ilyen eset a jelenlévőkkel. Ha nem fordult még ilyen elő, akkor ez egy elképzelt dolog, amit mondok. De tegyük fel, hogy a jelenlévők értik, hogy miről beszélek. Tehát mondjuk ittál már egy-két pohár bort, nem vagy részeg. Ebben a helyzetben azon gondolkozol, hogy ihatsz-e még egy pohárral. Mert lehet, hogy ha még egy pohárral iszol, akkor már részeg leszel. De nem vagy ebbe biztos, mert hát azért te bírod a bort, meg mindent. Tehát, ugye ezért eddig is bírtad, ezután is. Tehát ugye ez most már ott a határon vagy. És hajlasz arra, hogy hát biztos bírod. És az az igazság, ez efelől nincs bizonyosságod. És ha most iszol ebben a helyzetben, ez pont ez a kategória. Nincs bizonyosságod, és megteszed. Nem kellett volna megtenni. Nem azért, mert lehet, hogy nem lettél volna részeg. Nem ezért. Hanem mert nem volt teljes jó lelkiismerettel bizonyosságod afelől, hogy ihatsz még egyet. Értitek, miről beszélek? És ez egy egyszerű példa, de ezt mindenre rá lehet alkalmazni. Tehát vannak dolgok, amik önmagában nem bűn. De ha te úgy teszel dolgokat, hogy nem vagy róla bizonyos, hogy azt jó lelkiismerettel meg tudod tenni, akkor azt mondja Isten igéje, hogy ne tedd, ne tedd. Természetesen az, hogy mi a bűn, az nem a mi szubjektív véleményünktől függ, ugye? Vannak dolgok, amiről a Biblia egyértelműen nyilatkozik, hogy mi az, ami bűn. Itt most arról beszél az igeneket, hogy ebben a helyzetben, az ilyen olyan kérdésekben, amik nem egyértelműek, ami nem a fekete-fehér, hanem a szürke mezőn vannak, azokról hogyan kell döntened? És azt mondja Isten igéje, hogy akkor, hogyha a lélek úgy vezet téged, hogy jó lelkiismerettel dönthetsz, hogy igen, akkor tedd. De ha ezt nem tudod megtenni, ha bizonytalankodsz, akkor ne tedd. Akkor ne tedd. Tehát ez egy jó kérdés egyébként általában is, hogy fölteszed, mondjuk egy döntés előtt állsz. És vannak kérdések, ahol ugye nem olyan kérdésekről is döntünk nagyon sokszor, amikor nem arról van szó, hogy most egyértelműen az ige alapján azt látjuk, hogy ez jó vagy rossz. Hanem olyan kérdés, hogy hát mehetek. Kimehetek azon az ajtón is, meg azon is. Tehát vannak olyan kérdések, amik nem olyan könnyen eldönthetőek. És Isten igéje ugye azt mondja, hogy tedd fel a kérdést. Vajon teljes békességed van abban, hogyha mondjuk azon az ajtón mész ki. Akkor ez jó. Tehát teljes békességed van, és jó lelkiismerettel, Isten előtt, a lélek vezetése alapján, ki tudod-e mondani azt, hogy te azt a döntést hozod meg? Ez a teszt. Érdekes, itt ezt a tesztet adja nekünk tulajdonképpen az ige.
Mert ugye a kérdés az, hogy hogy tudom eldönteni? Ímé a válasz. Ímé a válasz. Ha teljes békességed van, hogy az Isten jelenlétében jó lelkiismerettel meg tudod tenni, akkor menj. De ha nincs, ne tedd. Ha egy fiú megkérte a kezedet, és nincs teljes bizonyosságod, és nem tudod jó békességgel azt mondani, hogy igen, akkor ne mondd, hogy igen. Tehát az életünkben néha nagyobb kérdéseknél is ez előjön. Párválasztás, vagy munkahely, vagy nagyon olyan kérdések, amik azért meghatározóbbak. Tehát nem mindig a legkisebb dolognál. Ugye az egyszerű példám, hogy ihatok-e még egy pohár bort, hanem vannak ennél nagyobb kaliberű kérdések, és lehet ott is kerülhetünk ilyen helyzetbe. Választhatom-e azt a munkát? És lehet, hogy egy kicsit olyan az a munka, ahol vannak fekete dolgok, nem kell számlát adni, így fizetnek, úgy fizetnek, zsebbe, ki tudja. És Isten a lelkiismeretünket megújítja, és az jelez, még akkor is, ha nem tudjuk az adótörvényeket, meg a, nem tudom, a szabályozásokat, hogy valami ott nem okés, és nem tudod rámondani teljes jó lelkiismerettel, hogy igen, akkor nem mond. Nem mond. Olyan dolgokra mondjál igent, amire teljes jó lelkiismerettel azt tudod mondani, hogy igen, igen. És tudsz ilyet mondani, tehát Isten elvezet erre. De ez nem lehetetlen dolog. Csak sokszor a mi természetünk olyan dolgokba szeretne inkább belevinni, amik azért kicsit ilyen felemás dolgok. És vágyódunk bizonyos dolgok miatt azokra a dolgokra, de tudjuk, hogy vannak benne dolgok, amik nem tiszták. Meg nincsenek rendben Isten előtt. Tehát van benne jó is, meg rossz is. És akkor nem kell elrelativizálni a dolgot, hogy hát a világon mindenben így van, mindenben van jó, meg rossz. Hát igen, ez a fiú megkérte a kezem, igaz, hogy iszik, de hát olyan aranyos, meg olyan jól néz ki, és olyan jól keres. Nem tudsz jó lelkiismerettel igent mondani, akkor ne mondj igent. Ne mondj igent. Hadd mondjam el, hogy ennek a fordítottja az nem igaz. Érdekes módon, ha valaki olyasmit tesz, amiről meg van győződve, hogy az jó, abból még nem következik, hogy az feltétlenül jó. Ugye? De azért ezt ne tévesszük össze. Hát nem mi vagyunk a kritériumai a jónak meg a rossznak. Tehát attól azért, hogy én még valamiről azt gondolom, hogy jó, hát, hogy tévedek. Hát ezt az Isten mondja meg, nem én. Tehát azért ezt nem mi legyünk a jónak és a rossznak az eldöntői. Az, hogy mi jó és mi rossz, az Isten igéje mondja meg. Ha az Isten igéje nem nyilatkozik egyértelműen arról a kérdésről, akkor az Isten jelenlétében jó lelkiismerettel döntök. De tévedhetek. Ezért fontos az, hogy a nagyobb kérdésekben várjunk. Különösen, amikor van bizonytalanság bennünk, egy döntés előtt állsz, például párválasztás. És nincs benned az, hogy ő az, és azonnal, mert minden stimmel, és teljesen ugranál. Hanem azért van ott egy-két dolog, ami az kicsit úgy elbizonytalanít. Akkor várj. Várj, mielőtt meggyőzöd magad, hogy az jó. Várj, mert jó várni az Istenre. Mert ha vársz rá, ha folyamatosan a jelenlétébe vagy, ha őt keresed, bármennyire is csalárd a szíved, ő el fogja tudni neked mondani, hogy mi a helyes abban a kérdésben. Persze, ha nem várod meg, akkor a csalárd szíved meg fog győzni elég hamar. Tehát, ha nem vagy bizonyos, várj. Akármilyen kérdés is az, várj. Ugye az igében is olvasunk arról, hogy voltak döntések, amelyek nem voltak helyesek.
Hát maga Pál, aki ezt a levelet írja, hozott azért egy-két olyan döntést az életében, ami nem volt helyes. Ugye például az apostolok cselekedete 26. részében azt olvassuk, hogy teljesen meg volt arról győződve, hogy a keresztényeket üldözni, fogságba vetni és ki kell írtani. Tehát ő ugye ezt tette is, tehát ugye ő egy Isten kereső és egy Isten ismerő ember volt Pál, nem volt még újjászületett, de kereste az Istent, és nagyon sokat tudott Istenről. És meg volt győződve, nem volt kétsége afelől, hogy a keresztényeket ki kell írtani a föld színéről. És hát ebben tévedett. De nem ez volt az Isten akarata. Tehát tévedni lehet. Úgyhogy ez azért egy kis alázatra int bennünket. Tehát azért nem a lelkiismeretünk az Isten, még egyszer mondom. A lelkiismeretünk segít döntésekben. De a bűneset óta annyira eltorzult a lelkiismeret, és a te gyerekkorod óta a világ mindenféle hatása a médián keresztül, és ahogy érintkeztél ezzel a világgal, oly módon eltorzította a lelkiismereted, és átmosta a te agyadat, hogy arról, hogy jó és rosszról dönts, hát elég kevés esélyed van. Ha csak az Isten igéje vissza nem állítja a dolgot. Ezért tanulmányozzuk a Bibliát. Ezért jártok Bibliaórára. Ezért olvassátok a Bibliát. Hogy az a sok hamisság, hazugság, hamis gondolkozás, ami belétek van programozva, az felül legyen írva az Isten igéjével. És megtanuljatok az Istentől gondolkozni. Ahogy ugyanebben a levélben olvastuk, hogy a Róma 12-ben, hogy megtudjátok, mi az Istennek a jó, kedves és tökéletes akarata. Meg lehet tudni, ugye erről beszéltünk. Ezért fontos az Isten igéjét ismerni. Ezért fontos, hogy megnyissuk magunkat a Szentléleknek, aki vezet bennünket. És ő még a lelkiismeretünket is helyreállítja. És ha várunk rá, bármennyire családok is vagyunk, ami szívünkben a romlott természetünk miatt, megtudjuk, hogy mi az Isten akarata. Tehát a mai alkalommal láttuk, ahogy a 14. részt befejeztük, hogy egy nagyon fontos témáról beszélt Pál, azokról, a dolgokról, hogy vannak dolgok, amelyek úgy tűnik, hogy nem fontosak számunkra, de mégis sokszor fontosnak gondoljuk őket. Vagy pontosan ezen dolgok miatt másokat megbotránkoztatunk. És azt mondja Pál, hogy tanuld meg azt, hogy tudsz úgy szeretni, hogy megvonod magad bizonyos dolgok megélésétől. Hogy korlátozod magad a szabadságban. És megtanít arra, hogy tegyél olyan dolgokat, amelyekről teljes bizonyossággal meg vagy győződve, hogy jó lelkiismerettel megteszed, és megteheted az Isten előtt. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, köszönjük a Te igédet. Köszönjük, hogy a Te igéd az megítél bennünket. Megítéli a mi gondolkozásmódunkat. Mert mindannyian úgy gondolkozunk, hogy vannak sémáink, hogy így kell élni, így kell öltözködni, így kell viselkedni. És Te leleplezel bennünket, hogy nem úgy kell, szeretni kell. És minden másban szabadságunk van, és a szabadságunkban is, a szabadságunkat is arra lehet felhasználni, hogy szeretünk, hogyha korlátozzuk. Köszönjük, hogy megtanítasz bennünket szeretni. Oly módon is, hogy azt a szabadságot, amit tőled kaptunk, önmagunk korlátozzuk le. Uram, arra kérünk, nevelj fel bennünket erre az érettségre, hogy tudjuk korlátozni magunkat a szabadságunkban, és tudjunk ezáltal is szeretni másokat. Hogy mások is eljussanak arra a kapcsolatra, hogy a veled való élet az nem szabályokból áll, hanem ahol te uralkodsz, az igazság, a békesség és a benned való öröm, az az, ami jellemző. És ezt akarjuk megtapasztalni mindannyian. Igazságban akarunk járni, békességben akarunk élni. És örvendezni akarunk veled, benned. A Szentlélek örömét akarjuk megtapasztalni. Uram, kérlek, add meg ezt mindannyiunknak. Ezt kérjük Jézus nevében. Amen.
Isten áldjon titeket, jövő héten folytatjuk a római levelet, most már a 15. rész fog következni. Sziasztok!